Szent Teréz válaszol, hogyan imádkozzunk. A Jelkiadó és a Maros-Szentgyörgyi Kármelita nővérek közös kiadványa. Szent Teréz nagy lelkesedéssel munkálkodott a kármelita rend férfi ágának reformján is. Az Úr pedig egyengedte az útját. Alkalmas személyekkel hozta őt össze, akik méltó alapjai lettek az eredeti szabály szerint élő kármelita közösségnek. Márián atya volt az egyik közülük, aki remetéskedése után meghívást kapott erre a feladatra. Az alapító anya egy új női kolostor miatt utazott Pasztránába, Eboli hercegnő meghívására, akinek férje a helyi hatalmasságok egyike volt, így az alapítások jól felfogott érdekében sem utasíthatta vissza a kérést. Itt találkozott többek között Márián atyával, akit becsalogatott a kármelita rend új ágába. Nagyuk az Úr végzései. Ez az atya már évek hosszú sora óta kutatott megfelelő életpálya után, mert amelyben élt, nem volt igazán annak nevezhető, hiszen nem tettek fogadalmat, és semmire sem kötelezték magukat, hanem jó szántukból éltek elvonultan. S íme most az Úristen olyan hirtelen megindította szívét, és megértette vele, hogy milyen nagy szolgálatot tehet neki ebben a rendben. Őszent felségének itt szüksége van rá a megkezdett mű folytatására. Valóban ez az atya már is nagy segítségünkre volt. Eddig is bőven kijutott neki a szenvedésekből, de még többen is lesz része addig, amíg a rend megerősödik. Legalábbis erre lehet következtetni abból az ellenséges érzületből, amellyel ez az eredeti szabály mostanában egyeseknél találkozik. Tehetsége, műveltsége és épületes élete miatt ugyanis sok befolyásos személy kegyében áll, akik így jó indulattal vannak irántunk és pártunkat fogják. A jó ügyekért általában meg kell szenvedni. Sokak számára érthetetlen, miért fog össze szinte az egész világ, az illető szűkebb és tágabb környezete, amikor egyértelműen mindenki javára válik egy kezdeményezés. A Kármel regulája egyértelműen fogalmaz Szent Pál nyomán. Akik kegyesen kívánnak élni Krisztusban, üldözést szenvednek. Ellenséges erő is működik a világban, amely által biztosítottak a próbatételek. Nem engedi tunyaságba süllyedni a keresztényt, hanem készenléti állapotban tartja a küzdelemre. Erre utal maga az Úr is, amikor szüntelen imára, virrasztásra hívja övéit. Virrasszatok és imádkozzatok, hogy kísértésbe ne essetek. Így volt ez Szent Teréz rendi reformjánál is. Azt is elmondta nekem Márián atya, hogy Ruy Gomez fölajánlott neki Pasztránában, ugyanabban a helységben, amely felé útban voltam, egy jó remete lakott, valamint telket, hogy telepítsen oda remetéket, és most majd sarutlan kármelita kolostort alapít ott, ahová ő maga is belép. Köszönettel tudomásul vettem, és hálát adtam az Úrnak, hiszen főtisztelendő generális atyánk két férfi kolostorra adott engedélyt nekem, s eddig csak egy volt meg. Ezért mindjárt küldtem onnan egy-egy embert az említett két atyához, a jelenlegi és a volt tartományfőnökhöz, szépen kérve őket, adják meg hozzá az engedélyt, mert beleegyezésük nélkül semmit sem lehetett tenni. Ezen kívül pedig írtam az avilai püspöknek, Don Álvaro de Mendozának is, aki nagy jó akarunk, esedezve, hogy vesse latba tekintélyét náluk az érdekünkben. Szükség volt Szent Teréz okos és bölcs szervezésére, hogy a kegyelemmel együttműködve sikerüljön az új alapítás. Isten meg tudná tenni, hogy egy intésre mindent készen megkapjunk, ám ő teret ad nekünk a kreatív együttmunkálkodásra. Ennek során pedig fejlődik az ember, mind a gondviselésre való ráhagyatkozásban, mind a saját ajándékba kapott képességeinek használatában.
Ha Szent Teréz csak arra várt volna, hogy majd az Úr nélküle is mindent elrendez, akkor téves felfogása lett volna a gondviselésről. Van, amikor valóban az az egyetlen megoldás, hogy várunk, ameddig Isten lehetőséget ad, mert ilyenkor rajtunk kívülálló okból nem tudunk cselekedni. S van, amikor ötletszikrákat kapunk, hogyan lépjünk tovább. Ilyenkor azonban fogjuk meg a munka végét, és adjuk bele minden erőnket, ügyességünket. Szent Teréz rögtön írt befolyásos egyházi pártfogójának, hogy egyengesse az új férfi kolostor létrejöttét. Amellett, hogy az Úrra bízta a történéseket, megtette a magáét, amit a józan észben súgott neki a mindenható. Hála az Úristennek, nem okoztak nehézséget a tartományfőnökök. Bizonyára úgy gondolkoztak, hogy olyan félre első helyen az új kolostor nem okozhat nekik semmi kellemetlenséget. Márián atya szavát adta nekem, hogy azonnal elmegy Pastránába, mihelyt meg lesz az engedély. Ezzel nagy boldogan el is utaztam. Ott találtam a hercegnőt és Rui Gomez herceget, akik nagyon kegyesen fogadtak. Egy elkülönített lakosztályt bocsátottak rendelkezésünkre, ahol jóval hosszabb ideig kellett maradnunk, mint sem gondoltam volna. A ház ugyanis, amelyet egy új női kolostor számára építettek, túlságosan kicsinek bizonyult, így a hercegnő sokat lebontatott és újraépítetett belőle. Nem a falakat ugyan, de sok más egyebet. Körülbelül 3 hónapot tölthettem ott, és pedig sok szenvedés közepette, amennyiben a hercegnő néhány olyan engedményt kívánt tőlem, amely rendi életünkkel nem volt összeegyeztethető. Én pedig el voltam tökélve, inkább elmegyek onnét alapítás nélkül, semhogy megtegyem. Rui Gomez hercegnek mély bölcsességével és belátásával, mert igen okos ember volt, sikerült lecsitítani a feleségét. Én meg szintén engedtem egy keveset, mert inkább azt viseltem szívemen, hogy meglegyen a férfi kolostor, és a nővérekével távolról sem törődtem annyira. Beláttam ugyanis, mennyire fontos érdekünk az előbbi, és a későbbi fejlemények igazolták felfogásomat. Eboli hercegnő meglehetősen szeszélyes női személy volt, és az akkortájt divatos, látványosan extra önmegtagadó helyet akart létrehozni saját birtokán, amelynek majd aztán csodájára járnak, s oda akarta letelepíteni a reform szerint élő kármelita nővéreket. Ugyanakkor nem fogta föl a klauzúra miben létét, amely biztosította a közösség szabadságát a belső életre. Mielőtt egyeztetett volna az alapító anyával, ő már megépítette a kolostort a saját ízlése szerint úgy, hogy nem értette a nővérek életét. Szent Teréznek okosan kellett kezelnie a helyzetet, hogy a kármelita karizma ne sérüljön, de ne haragítsa magára és az ügyre, a befolyásos nagyurat és hölgyet. Hiszen a férfi kolostor sokkal fontosabb volt most, mint egy újabb női. Időközben odaérkezett az említett 2 remete, Márián és társa, és miután az engedély is megjött, a hercegek szívesen beleegyeztek abba, hogy abból a remete lakból, amelyet nekik adtak, kolostor legyen sarutlan kármelita férfi szerzetesek számára. Én pedig elküldtem Antal atyáért, ami első sarutlan kármelitánkért, aki akkor Manserában volt, hogy meg lehessen kezdeni ennek a kolostornak alapítását. Én magam vartam meg számukra a csuhát és a köppenyt, s minden tőlem telhetőt megtettem, hogy minél előbb beöltözhessenek. Időközben elküldtem valakit a Medina del Campo-i kolostorunkba, hogy hozzon még néhány nővért, mert csak 2 jöttek velem. Volt akkoriban ott egy kármelita atya, már élemedett korú, nem öreg ugyan, de nem is fiatal, nagyon jó szónok, név szerint Jézusról nevezett Boldizsár atya. Mikor meghallotta, hogy Pastránában kolostor készül, eljött a nővérek kíséretében azzal a szándékkal, hogy ő is sarutlan lesz, és szándékát végre is hajtotta. Mikor közölte velem, nem győztem eléggé hálát adni Istennek.
Ő öltöztette be Márián atyát meg a társát, és pedig mindkettőt laikus testvérnek, mert Márián atya semmi áron sem akarta, hogy pappá szemteljék, hanem a legutolsó kívánt lenni valamennyi között, s ebben az elhatározásában én sem voltam képes őt megingatni. Később azután a főtisztelendő generális atya egyenes parancsára mégis föl kellett magát szenteltetnie. Mikor tehát mind a két kolostor meg lett alapítva, és Antal atya is megjött, újoncok kezdtek belépni, és pedig köztük kiváló egyének, akikről még később lesz szó, s elkezdtek a mi urunknak olyan buzgón szolgálni, hogy azt már én nem tudnám leírni. Írja le más, ha Isten is úgy akarja, mert tudom, hogy meg sem közelíteném az igazságot. Tapasztalatból tudta Szent Teréz, hogy ha már megtörtént egy alapítás, az ellenség szíthat ugyan ellene indulatokat, de alapjában véve már nem sokat tehet a megszüntetéséért. Ezért végzett rövid úton egy-egy alapítással szentünk. Most is mindent elkövetett, hogy mi hamarabb beköltözzenek a kármelita atyák az új házba. Az úr pedig még fölszentelt papról is gondoskodott Boldizsár atya személyében, aki újonnan csatlakozott a kis Krisztus kollégiumhoz. Ami a nővéreket illeti, kolostoruk nagy becsben állt a hercegéknél, s a hercegnő sokféleképpen kényeztette őket, és nagyon jól bánt velük mindaddig, amíg férje, Ruy Gomez herceg meg nem halt. Akkor azonban az ördög műve volt-e, nem tudom, vagy talán az úr akarta így, hogy miért, azt csak őszent felsége tudja. A férje halála fölötti heves fájdalom arra a meggondolatlan lépésre ragadta a hercegnő, hogy ő maga is belépett oda nővérnek. Azon lelki meghasonlás közepette nem csoda, hogy a szokatlan szerzetesi fegyelem, főként pedig a klauzúra nem volt ínyére. A Szent Zsinat törvényei miatt pedig a perjelnő e tekintetben nem engedhetett neki szabad kezet. Emiatt annyira megharagudott rá és a többiekre, hogy még akkor is, amikor már levetette a szerzetesi ruhát és újra a saját házában lakott, folyton neheztelt rájuk. Szegény nővérek pedig emiatt állandó nyugtalanságban éltek. Végül én magam tettem meg minden tőlem telhetőt, és jártam ki elöljáróinknál, hogy szüntessék meg azt a kolostort. Éppen akkor alapítottunk egyet Szegóviában, amint majd a továbbiakban elmondom, és így a nővérek oda mentek át. Pasztránában hagytak mindent, amit a hercegnőtől kaptak, és még magukkal is vittek néhány nővért, akiket az ő kívánságára minden hozomány nélkül kellett fölvenniük. Csupán az ágyakat vitték el, és néhány apróságot, amelyet ők maguk hoztak annak idején oda. A helyiség lakosai nagyon fájlalták távozásukat. Ami engem illet, én kimondhatatlanul örültem, amikor végre valahára biztonságban tudtam őket, mert arról teljesen hiteles értesülésem volt, hogy ők semmivel sem szolgáltak rá a hercegnő haragjára, sőt, még azon idő alatt is, amelyet szerzetesi ruhában töltött köztük, épp olyan hódolattal voltak irányában, mint annak előtte. Kizárólag az volt az ok, amelyet említettem, és a gyász, amely ráborult a szívére, ugyanakkor, amennyire megtudhattuk, egy udvarhölgye, aki vele volt, az volt mindennek az oka. Egy szóval az úr megengedte, hogy így történjék. Bizonyára úgy látta, hogy ez a kolostor nem való oda. Nagyok az úr végzései, és messze felülmúlják a mi belátásunkat. Különben is én pusztán a magam esze szerint sohasem mertem volna megtenni, hanem tudós és szent életű emberek tanácsára cselekedtem így. A férfi kolostor megalapításra került, a női pedig tiszavirág életű lett. Eboli hercegnő labilis személyiségét kihasználva egyik udvarhölgye, aki valószínű rossz indulattal viseltetett a nővérek iránt, uszította ellenük, s nincs kizárva, hogy rágalmakkal. Jézus tanítása szerint, ahol nem fogadnak benneteket szívesen, még a port is rázzátok le a sarutokról, és menjetek tovább.
Szent Teréznek nem okozott presztízsveszteséget, hogy egy általa alapított kolostor megszűnjék, ha valamely okból ellehetetlenült ott az élet. Ő maga kérte megszüntetését, hogy békében élhessenek nővérei. Pastránában a fő cél a férfi kolostor megalapítása volt, amely rendben meg is történt. Mikor ez a két alapítás megvolt, a férfi és a női kolostor Pastránában, visszatértem Toledo városába, és ott maradtam néhány hónapig, míg meg nem vettük az említett házat, és sikerült mindent rendbe hoznunk. Mialatt ezzel voltam elfoglalva, levelet kaptam Szalamankából a Jézus Társasági Atyák rektorától, aki azt írta, hogy nagyon a helyén volna abban a városban egy a mi kolostoraink közül, és ezen nézetét nyomos okokkal támasztotta alá. Engem mindaddig az a körülmény tartott vissza, hogy ott vagyontalan kolostort alapítsak, hogy a város szegény. Meggondoltam azonban, hogy végtére a villa is az, és mégsem szenvedünk ott hiányt soha. Az Úristen sohasem fogja cserben hagyni azt, aki igazán szolgál neki. A mi kolostorainkban igen okosan van minden elrendezve, amennyiben a nővérek kevesen vannak, és kezük munkájával is szereznek valamit, és így végül rászántam magam, hogy megteszem. Elmentem tehát Toledóból a villába, és onnét tettem meg a szükséges lépéseket, hogy megszerezzem az akkori püspök engedélyét, ami nagyon könnyen ment. Miután ugyanis a jezsuita rektor elmondta neki, milyen a mi rendünk, és biztosította róla, hogy az új kolostor Isten dicsőségére fog válni, azonnal megadta az engedélyt. Látható, hogy nem Szent Teréz találta ki az újabb és újabb alapításokat, hanem az Úr adta a lehetőségeket mások kezdeményezésén keresztül. Ő pedig beleállt a mi Urunk tervébe, és nem sajnálta rá sem az időt, sem a fáradtságot, hogy megtegye, ami rajta áll. Olyan kolostorokat akart alapítani, amelyeknek nincs biztos jövedelmük, hanem egészen a gondviselésre hagyatkoznak. Ezért fontosnak tartotta, hogy ne terhelje túl az amúgy is szegény helyiség lakóit új kolostor alapításával, hiszen a benne élőket a falunak vagy városnak kellett eltartania. Nem mintha sokba került volna az a néhány nővér, aki a kolostorban élt, hiszen rendkívül szerény igényűek voltak. Olyannyira, hogy még a szegény emberek is el tudták őket tartani egy kis maradék élelemmel. Így aztán, bízva a gondviselő Istenben, elindult Szalamankába is egy újabb női kolostor alapítására. Mikor a megyés püspök engedélye a kezemben volt, úgy éreztem, mintha már meg is volna a kolostor, annyira könnyűnek tekintettem a többit. Ezért azonnal megtettem a szükséges lépéseket, hogy házat kapjunk bérbe. Egy ismerős úriasszonytól végre sikerült egyet szereznem. Nem ment könnyen, mert nem az az évszak volt, amikor a lakásokat bérbe szokták adni, és az övét korábban már néhány egyetemi hallgató kivette. Velük azonban sikerült úgy megegyeznie, hogy ki fognak költözni, mihelyt az új lakó megérkezik. Ők persze nem tudták, milyen célt fog szolgálni a ház, mert mindig rendkívül ügyeltem arra, hogy mindaddig, amíg a birtokba vétel meg nem történik, híre ne menjen. Van ugyanis már elég tapasztalatom arról, mi mindent képes az ördög elkövetni, csak hogy megakadályozza egy ilyen kolostor megalapítását. S ha bár ennél az alapításnál az Úr nem engedte meg neki, hogy mindjárt kezdetben mozgolódjék, utólag igen sok szenvedés és ellenségeskedés zúdult ránk. Sőt, még most sincs minden elsimítva, amikor ezeket a sorokat írom, ha bár már jó néhány esztendő elmúlt az alapítás óta. Ezért hiszem, hogy buzgón szolgálnak benne az Úristennek, mert ez az oka, amiért az ördög annyira gyűlölködik ellenük. Az Úr megengedi, hogy az ellenség háborgassa a jó ügyön munkálkodókat. Ha az elején minden simán megy is, utána biztosan lesznek, akik belekötnek, akár még jó szándékkal is. Szent Teréz úgy veszi ezeket a háborúságokat, hogy minden bizonnyal kiváló szolgálatot tesz Istennek, akit sok bántalom ér.
Sokszor úgy használja az ellenség még a jó embereket is az Úr ügye ellen, hogy ők észesen veszik. Mikor tehát kezemben volt az engedély, és a ház felől is biztos voltam, elindultam Szalamanka felé, teljesen az Úristen irgalmára bízva magamat, mert ott senkim sem volt, akinek segítségére számíthattam volna abban a sok mindenfélében, ami egy kolostor felszereléséhez szükséges. Csak egy nővért vittem magammal, hogy annál jobban titokban maradjon. Jobbnak találtam ugyanis így tenni, és a többi nővért csak azután odahívni, mikor a birtokba vétel már megtörtént. Okultam azon, ami Medina del Campo-ban történt velem, ahol annyiféle nehézségbe ütköztem. Míg ellenben így, gondoltam magamban, ha felismerül valami akadály, csupán nekem okoz bajt, és annak az egy nővérnek, akit kénytelen vagyok magammal vinni. Minden szentek előestéjén érkeztünk oda, miután az előtte való éj nagy részében kemény hidegben utaztunk. Ott, ahol megszálltunk, én még ráadásul nagyon beteg is lettem. Egyedül nem közlekedtek a nővérek, csak kettesével. Ezért írja Szent Teréz, hogy kénytelen volt magával vinni egy nővért. Egyre nagyobb tapasztalatot szerzett az alapításokban, és megpróbálta okosan kivédeni a szinte minden alkalommal bekövetkező támadásokat. Nyilván a betegsége is része volt ennek az alapításnak. Több úton is megszenvedett érte. Nem emlegetem ezen alapítások leírásánál az utazási fáradalmakat, pedig ugyancsak nagyok voltak. A hideget, a tűrhetetlen forróságot, majd meg a havat. Megesett, hogy egész nap szünet nélkül havazott. Máskor eltévesztettük az utat. Azután meg egyéb bajokban volt részünk, vagy pedig a tikkasztó hőségtől szenvedtünk. Istennek hála, hogy bár általában rossz az egészségem, az Úr szemmel láthatóan mindig megadta hozzá az erőt. Nem egyszer megesett velem, hogy amikor alapításról volt szó, annyi betegség és fájdalom gyötört, hogy egészen elcsüggettem, mert úgy éreztem, még a cellában sem tudok meglenni anélkül, hogy ne kellene ágyban feküdnem. Ilyenkor az Úrhoz fordultam, és panaszkodtam ő szent felségének. Azt mondtam, hogy miként kívánhat tőlem olyasmit, amit képtelen vagyok megtenni. És íme ezután, ha nehezen is ment, de azért mégis ment, mert ő szent felsége megadta hozzá az erőt. Az a lelkesedés pedig, amelyet a szívembe öntött, és a sok gond elfeledtette velem bajaimat. Íme mi a gyöngeségek ellenszere? Megfeledkezni önmagunkról, és erőfeszítést tenni a talpon maradásra. Megteszünk mindent egészségünk érdekében, hogy tovább munkálkodhassunk, és ne legyünk mások terhére, de aztán visszük az életet úgy, ahogy tudjuk. Előfordulhat, hogy az ellenség ül a hátunkra, és így próbál megakadályozni bennünket valamely jó megtételében. Ennek ellenszere pedig az ima és a munka. Ne kiveselkedni a feladatnak, akkor is, ha se testünk, se lelkünk nem kívánja. Így megtesszük a magunkét, az Úr pedig hozzáadja majd a szükséges erőt. A sok feladat segít megfeledkezni önmagunkról, és ébren tartani az egyik vezérelvet, hogy nem mi vagyunk a középpontban. Amennyire csak vissza tudok emlékezni, sohasem mondtam le egyetlen alapításról sem azért, mert féltem a fáradalmaktól, habár az utazástól, különösen ha hosszú volt, nagyon idegenkedtem. Mikor azonban egyszer már úton voltam, akkor nem sokat törődtem a fáradtsággal, mert tudatában voltam, kinek a szolgálatában teszem, és elgondoltam, hogy abban a kolostorban majd mennyire fogják dicsőíteni az Urat, s hogy el lesz helyezve benne a legméltóságosabb oltári szentség. Mindig rendkívüli örömet okoz nekem, ha azt látom, hogy megint több van egy templommal, főként, ha meggondolom, mennyit vesznek el tőlünk a luteránusok. Vajon milyen szenvedéstől lenne az bármilyen nagy, riadna vissza az ember, ha annak árán ekkora jót tehet a kereszténységgel?
hiszen sajnos oly sokan vagyunk, akik elfelejtjük. Jézus Krisztus, az igaz Isten és igaz ember mindenütt jelen van a legméltóságosabb oltári szentségben, holott mekkora örömünket illene ebben találnunk. Ami engem illet, valóban nagyon tudok örülni, mikor a kóruson látom, miképpen dicsőítik az Úristent ezek az annyira tiszta lelkek. Mert azt, hogy azok, azt lehetetlen észre nem venni sok mindenből. Úgy az engedelmességükből, mint abból, hogy olyan örömük telik a szigorú klauzurában és elzárkozottságban, és abból, hogy új élvezetet szerez nekik, valahányszor alkalmuk nyílik az önmegtagadás gyakorlására. Sőt, azt látom, ahol az Úr kegyelme arra indítja a perjelnőt, hogy minél sűrűbben nyújtson nekik erre alkalmat, ott még a szokottnál is jobb kedvűek. A perjelnők hamarabb belefáradnak, hogy minduntalan próbára tegyék őket, mint ők abba, hogy engedelmeskedjenek. E tekintetben ugyanis a vágyaik nem ismernek határt. Szent Teréz számára a középpont Krisztus. Istent dicsőítik a kolostorokban, és ezért nem kímélte önmagát az alapítások során, beteges szervezete ellenére sem. A protestantizmus terjedésével egyre több katolikus templomot szentségtelenítettek meg, mivel nem hittek a szentségi Jézus jelenlétében. Az alapító anyát mindez mély fájdalommal töltötte el. Ugyanakkor ez alkalmat ad neki arra, hogy a katolikus keresztények figyelmét fölhívja arra a magasztos ajándékra, amelyet az oltári szentségben kaptunk. A mindennapos életben számos olyan alkalom adódik, ami próbára teszi az embert. Nem biztos, hogy az elöljárónak külön ki kellene találnia, miben tagadhatnák meg magukat a nővérek. A kármelita nővérek konstitúciójában szerepel, hogy az újonc mesternő gyakoroltassa az újoncokkal az önmegtagadást, különösen az akarat megtagadását, még kis dolgokban is, olyan mértékben, amelyet kiki el tud viselni, és mindig több alkalmat teremtve az erény gyakorlására, mintsem a vezeklés szigorúságára. Pozitívan megfogalmazva, a belső szabadságra segítse őket, amelyet nem lehet erőszakkal siettetni, hanem a fokozatosság elvét követve tárja föl előttük azt a horizontot, amely Krisztust utánozva megnyílik számukra, ha engedik, hogy Isten kitágítsa szívüket ebben a belső ajándékozásban, amely az elején nehéz ugyan, de a szeretetben való növekedés folyamata során később könnyűvé lesz. Nem az önmagunk nyomorgatása a cél, hanem az ajándékozásra való eljutás a szeretetben. Nem könnyű elengedni a bilincseket, amelyeket általában saját magunk tettünk önmagunkra, vagy éppen a szűkebb, illetve tágabb környezetünkben váltak részeinké mások által. Ha először a dolgaimat, aztán az akaratosságomat, majd pedig egész önmagamat a Teremtőnek tudom ajándékozni a szeretetben, az ő jó voltából, akkor válok igazán jókedvű adakozóvá az Úrban, akinek adakozása kedves a szemében. Azt tudjuk Istennek ajándékozni, amit tőle kaptunk. A szeretet szabadságában nagylelkűen visszaadjuk neki, amit nekünk ajándékozott. Az ajándékozás kölcsönösségében pedig szabadon áramlik a szeretet a Teremtő és teremtménye között az egy lélekben. Hiszen aki az Úrral egyesül, egy lélek ő vele, mondja az apostol.